Megújult a Homoktövis Általános Iskola tankonyhája. A gyerekek ezen túl egy profi gépekkel és dizájnos bútorokkal felszerelt konyhában sajátíthatják el a főzési alapokat. Nagyon sok gyerek szeret segítkezni otthon a konyhában, egy vasárnapi ebéd elkészítésében, vagy karácsony előtt a mézes kalácsok sütésében. De előfordul, hogy a szülők nem tudnak időt fordítani a főzés mellett arra is, hogy a gyerekeknek megtanítsák, hogyan kell például tésztát gyúrni. Ezért voltak az iskolai tankonyhák, ahol a diákok bizonyos rendszerességgel elsajátították a konyhai praktikákat. A Homoktövis Általános Iskolában is egy ilyen tankonyha működött, azonban az évek során ennek az állapota leromlott. Az iskola nemrég egy nemzetközi pályázaton nyert összeget a tankonyha felújítására, amelyhez az Észak-Budapesti Tankerületi Központ is csatlakozott. Az együttműködésből egy korszerű, profi gépekkel és dizájnos bútorokkal felszerelt igényes tankonyha jött létre. Mi ugyanúgy fontosnak tartjuk a gyakorlati kompetencia fejlesztését, a gyakorlati intelligencia fejlesztését is, mint annyi más dolgot az iskolában, ezért már régóta gondolkoztunk azon, hogy miként lehetne ezt a tankonyhát felújítani, megújítani és tartalommal tölteni meg. Aztán egy nemzetközi pályázati lehetőség és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatása együttesen tette lehetővé, hogy teljesen megújuljon a tankonyha új felszereléssel, új eszközökkel, új berendezéssel. Az igazgatónő elmondta, hogy a technika órák egy részét a tankonyhában fogják tartani. A friss alapanyagokban nem lesz hiány, hiszen az iskolának van egy közösségi kertje, ahol többfajta zöldséget és gyümölcsöt is termesztenek. A diákok már nagyon várták, hogy elkészüljön a tankonyha. Közülük négyen már fel is avatták az eszközöket és a sütőket. Az ifjú szakácsok Bernát József, Michelin csillagos séf segítségével pizzát és zappályes kekszet készítettek az ünnepségre, hogy azzal kínálják meg a jelenlévőket. A séf elmondása szerint remek együttműködés volt a konyhában. Szerintem az mindig a felnőtteken múlik, hogy kiből mit nevel ki. Nekem azzal nincsen gondom, hogy én kivel dolgozom, én bármilyen gyermekkel tudok dolgozni, viszont itt az iskolában nagyon jó srácok voltak, tehát nagyon jó volt az alap, akivel el kellett dolgozni. Mind a négyen két fiú, két lányt kaptam egyébként, és mind a négyen gyönyörűen megállták a helyüket. Bernát József egyébként nagyon hasznosnak tartja a tankonyhát. Szerinte nagyon fontos, hogy a gyerekek már ebben a korban megtanulják a főzési alapokat. Nagyon fontos lenne egyébként, én még arra emlékszem, hogy mindenkinek kellett tanulni még periszkópot készítenie, vagy valamit barkácsolni egy madáretetőt. Az is fontos, de szerintem az is nagyon fontos, hogy megtanuljanak főzni. Az átadón jelen volt Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója, Winter Mantel Zsolt polgármester és dr. Molnár Szabolcs alpolgármester. Az iskola tankonyháját már a héten birtokba vehették az apró séfek, és ki tudja, talán egyszer belőlük lesznek a jövő mester szakácsai.